Szoros küzdelemben két gólos vereséget szenvedett a mezőkövesdikáci NB1-es felnőtt csapata az első hazai edzőmérkőzésén. Kézilabdázóink a szomszédvár Eger csapatától kaptak ki a városi sportcsarnokban. Négy találkozót játszott le eddig a felkészülési időszakban Skalicki László együttese. Csapatunk felemás mérleget produkált, hiszen egy-egy meccset sikerült megnyerni a Balmazújváros és a Cegléd ellen, emellett az újvárosiakkal egy döntetlen, a Pest megyeiek ellen pedig egy vereség volt a további mérleg. Hollóék ezúttal is egy élvonalbeli gárdával az alaposan megerősödött Ujanc Egerrel csaptak össze július 31-én. Az első játék rész jelentős részében csapatunk játszott fölényben. Ben is kiváló formában kézilabdázott, Rosta István tanítványai nem tudták tartani. A szélső csapatunk első 6 góljából egymaga 4 góllal vette ki a részét. Együttesünk 6-3-as vezetés után is jól játszott, viszont a fél idő felétől fokozatosan feljavultak a halászék. A vendégek olyannyira elkapták a fonalat, hogy a 17. percben Padla átlövésből szerzett találata után már 9-9 állt az eredményjelzőn. Ezt követően együtt haladtak a felek, a szép megoldásokkal és technikai hibákkal tarkított mérkőzésen nem tudtak elszakadni egymástól, így 14-14-el zárult az első játékrész. Fordulás után hosszú ideig nem változott a helyzet, ellenben a 37. perctől magasabb sebességre kapcsoltak a látogatók. Kocsisék 16-15-ös vezetésük után egy 5-1-es sorozattal rokkoltak elő, így a 42. minutumban már 21-16-os előnyben voltak az egriek. Skalicki László ebben a periódusban zömében fiatalokat küldött a pályára, akik a kezdeti kapkodó játék után percről percre biztatóbban játszottak. A felzárkózáshoz persze jó kapus teljesítményre és hatékonyabb támadójátékra is szüksége volt együttesünknek. Az MKC a fél idő felétől egyre jobb és magabiztosabb teljesítmény nyújtott, a fiatalok remekül használták ki a gyorsaságukat, többször is sikerült lerohanni Iváncsikékat. 6 perccel a találkozó vége előtt Herceg góljával 25-22-re módosult az eredmény. Csapatunk a hátrány ellenére a hajrában is nagy akarással küzdött, és kicsit pontosabb játékkal akár a pontszerzés is összejöhetett volna. A rutinos vendégek végül 2 gólt megőriztek az előnyükből, de együttesünk hozzáállása, töretlen küzdeni akarása és helyenként a mutatott játéka is mindenképpen biztató a jövőt illetően. A végeredmény Mezőkövesdi KC, Eger SBS 26-28. Kézilabdázóink legközelebb augusztus 4-én, kedden 18 órától Nyíregyházán lépnek parketre, míg 3 nappal később, augusztus 7-én pénteken Egerben játszanak edzőmérkőzést, a tervek szerint szintén 18 órától. Ezt követően a Gyöngyös együttese érkezik Mezőkövesdre a felkészülés jegyében augusztus 11-én. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban.